Énekelve érkeztek a Csobolya együttes fiú és férfi tagjai a hagyományos húsvéti locsolásra Győr-Újbaráton. A néptáncosoknál sok-sok éves hagyománya van a húsvéti locsolkodásnak. Minden korcsoportnak az együttes életében mást és más jelent egy ilyen locsolás, mind a lányoknál, mind a fiúknál. Fiatalabbaknál azért, kicsiknél azért még ez egy ilyen játékos mókázásnak tűnik. Aztán a nagyobbaknál már a mögöttes tartalom is egyre inkább megjelenik és érződik. A lányok kicsit kérették magukat, de aztán mindenki készen állt a locsolásra. A fiúk természetesen nem csak vízzel, hanem verssel is készültek. Én vagyok apámnak a középső fia, Puliszka mellett vitéz vagy katonája. Egészségükre kívánom a locsolás, szabad el locsolni! A locsolás után aztán már mindenki frissen és vidáman számolt be a jó élményekről. Minden évben jövünk, meg így együtt van a csapat, de mondjuk a kisebbek még nem mindig mennek eljönni velünk, mert ők még félnek a víztől. Mi azért mindig jövünk, mert már megszoktuk, meg azért, mikor ilyen hidegebb idő van, akkor langyos vízzel locsolnak, de szerintem jó, hogy így őrizzük igazából együtt a hagyományt. Nagyon jó volt, és mondtam anyának is, hogy mindig akarok idejönni, mert hogy nagyon jó ez a Csobolyó és ez a locsolás. Nem csak a megtisztulás a lényeg, hanem az is, hogy a lányok egészségesek és termékenyek legyenek. A nagyok ezzel tisztában vannak, a kicsiknek pedig annyit mondunk el belőle, amennyit a korcsoportuknak megfelelően tudniuk kell. Tehát tudják a piros tojás jelentését, tudják, hogy a legtökéletesebb forma, tudják, hogy jelképezi Krisztust, aki a sziklasírból föltámadt, a tojásból kikelő élet, gyakorlatilag Jézus jelképet. Miután mindenkit meglocsoltak, előkerültek az ajándékok és a piros tojások is, melyeket szívesen fogadtak a legények. Még a hónap elején nagyon sok tojást festettünk meg most is a hétvége folyamán, és hát csoki tojásokat is kaptak, meg hát mindenféle finomságot. Igazából nagyon sok piros tojást vettek tőlem, meg mindenféle mintásat. Mindig jön nagyon jó élmény az locsolás, mert együtt van az egész csapat a legkisebbektől kezdve a mi csoportunkig. A nagyobbak ők már kevesebb szer jönnek el, mert nem mindig érnek ide. De a mi csoportunk még nagy részben itt szokott lenni. És nagyon jó élmény, mert együtt van tényleg az egész csapat, utána megismerjük egy kicsit jobban a kisebbeket is, akikkel nem annyira találkozunk a hétköznapok folyamán. A néptáncos locsolkodás után aztán a kíváncsi tévések is megkapták az ünneppel együtt járó jutalmukat. Jó volt! Az hideg volt, te!